barna vagy fekete öv, az öltözékhez illő zárt, sötét cipő, ez most a vizsgákra vonatkozik, a hölgyeknél harisnya, ápolt külső zárójel, haj, köröm, arcszőrzet, tiszta vasalt öltözék, aztán túlságosan kivágott pánt nélküli ruhákat, túlzott parfüm és erős smink, na aztán mégsem, és kirívó kiegészítők sem, hát gondolom itt egy nagy fülbevaló, vagy ilyesmi, nem? És egyébként nagyon-nagyon humánus a rektor úrnak az utasítása, mert hogy a nyári nagy melegben természetesen eltekint az uraknál a zakótól, a hölgyeknél pedig a harisnyától, úgyhogy ezt minden nő és férfi társad nevében köszönjük, hogy legalább 40 fokban nem kell zakó és harisnya. Csapó Virág van a telefonnál, jó estét kívánok, üdvözlöm! Jó estét kívánok! Mi ez az egész, mondja meg nekem, ez hogy? Tehát derült égből a villámcsapásként ért szerintem mindenkit, aki ma ezt a hírt meghallotta vagy elolvasta. Hát ez a hír, ez munkra különösen azért érdekes, mert a Kaposvári Egyetemnek van egy művészeti kara, ahol látvány szakosok, illetve színész hallgatók tanulnak. Én is az egyik színész osztályban oktatok. És ott aztán végképp nem értettük, hogy ez mit jelent, hogy kell erre reagálni, hát aztán megpróbáltunk. Nagyon-nagyon látványosan tiltakoztak, igen, ezt láttuk a felvételeken. Levetkőztek, diszkréten a könyvet a hölgyek ide tették, az urak oda tették. És mit szólt a rektor? Nem kaptak valami hát visszajelzést, hogy ez mondjuk a dress code-nak hát nem felelt meg a mai öltözékük? Nem találkoztunk a rektor úrral, én még életemben nem találkoztam vele, pedig már 3 évet tanítok az egyetemen. Soha semmilyen vizsgán nem jelent meg. Soha a művészeti karra, amikor ott oktatás vagy vizsga volt, a lábát be nem tette. Azt gondolom, hogy nem tudja, hogy a gyerekek ott hogy öltöznek. Hát az most egy dolog, hogy nem tudja, hogy a gyerekek hogy öltöznek, de tehát ilyet előírni, tehát én nem találok rá szavakat, azt tény. Lehet, hogy valami kirívó esetek voltak. Biztos beszélt ott oktató kollégákkal, hogy valami kiütötte a biztosítékot a rektor úrnál, nem hallott valami ilyet? Hát egyetlen egy dologról hallottam, azt, hogy az tanévi nyitón az egyik diák gombakutba jelent meg, és őt nem engedték előre, elsős diák, tehát kezet foghatott volna a dékánnal, de őt a hátsó sorba zavarták. De ez már csak egy utolsó lépés, vagy egy utolsó csepp volt a pohárban, ami azt gondolom, hogy most a gyerekeknél kicsordult, mert erre az egyetemre őket még a Mohácsi János, a Rükli Attila, a Csáki Judit, Jászai Tamás is sorolhatnám, hogy kik vették föl, őket mind kirúgták innen, aztán a technikai anyagi feltételek azok nullával egyenlőek, és valószínű ma elfogyott a türelmük. Hát meg tudom érteni őket. Minden esetre sok kérdésem lenne a rektor úrhoz, kerestük is ma, azt üzente, illetve azt mondta a titkárnője, hogy visszahív egy órán belül, ez volt valamikor 2 órakor, most már hát 1 perc múlva már 19:55, még nem hívott vissza a rektor úr minket, de mi türelmesek vagyunk. Hogyan tovább? Tehát most lesz a diákoknak egy demonstrációja, ön szerint el tudják érni majd, hogy ezt az abszurdumot így valaki kiiktassa az életükből? Egyrészt azt is hallottam, hogy a diákok úgy reagáltak rá, hogy nem érdekli őket ez az egész, úgy öltöznek eddig is, ahogy szoktak, vagy ami az órához megfelelő. Másrészt akár eltörli, akár nem, a művészeti karon, a színészmesterség és a mozgásórákon, vagy mezikláb, vagy tornaruhába, vagy kényelmes ruhába vannak, tehát mindez lehetetlen betartani. Tehát szerintem ez egy hülyeség. Hát szerintem sokan egyet értenek önnel, de még egyszer kérdezem, az egy kirívó esetet leszámítva, amit most említett, semmi, és nem, semmi. Nem. Tehát ennek nem volt előzménye, tehát mondjuk a rektor nem járkált ott, hogy fiam, mekkora a pajeszod, meg hosszú a hajad, meg ez a strandpapucs, vagy ez a nyaklánc, ez aztán, és nem barna az ő a derekadon, tehát ilyenek nem voltak ezek szerint. Nem, és a művészeti karon tanuló diákoknak a 99% a kollégiumban lakik, ami 12 lépéssel van az osztályteremtől, reggel belebújik a papucsába, a tréningruhájába, és átjön az első reggeli mozgásórára. Pedig tehetné ezt kis kosztümbe is. Tehát mozgásóra... Tehetné ezt kis kosztümbe is mozgásórát, ez a legjobb. Hát mi ezt már megpróbáltuk, mert fölöltöztünk mindannyian kis kosztümbe, öltönybe a fiúk, a lányok kis csinos ruhába. Nem lehetett itt tanítani.
Hát köszönöm szépen, hogy elmondta mindazt, amit ma és eddig tapasztalt. Aztán nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan alakul ez a történet. Én várom a rektor úr telefonhívását délután óta. Egyszer biztos megcsörren a telefonom. Köszönöm még egyszer. Jön a híradó, aztán folytatjuk. Itt lesz Kónya Péter, Barta Judit, Péter Mond, Csaba, maradjanak velünk.